Idén Challenge kupát nyert a török burszával, a Bakuval BL bronzot szerzett három éve, két éve első lett a magyar válogatottal az Európa Ligában, ott volt az eb is, de nem lesz ott a következő, mert hogy 29 évesen visszavonult a 93-szoros válogatott röplabdázó Horváth Dóra, ő a vendégünk, szia, jó reggelt! Jó Mint annyi közhely Dóra, ez is igaz, hogy a csúcson kell abba hagyni? Mindig is így terveztem, megmondom őszintén, és örülök, hogy ez így sikerült is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, amikor először elmentél annak idén Olaszországba, és fiatal játékos voltál, akkor is tudtad, hogy te ezt mondjuk nem 35, 36, 37 éves korodig akarod művelni? Igen, igen, ez abszolút így volt, így volt tervezve. Úgyhogy a menedzserelemmel is, Kosta Tontarellivel már így tudatosan építettük fel úgymond a karrieremet hogy minél hamarabb úgy a családra tudjak majd koncentrálni. Azért ez így szép kerek lett, nem? Hogy a török burszával egy trófával fejezhetted be. Pontosan, hát én Törökországra már, már úgy készültem, hogy éreztem, hogy ez lesz az utolsó szezon, úgyhogy mindenféleképpen úgy szerettem volna befejezni, hogy, hogy nyerek valamit azzal a csapattal, és ez egy külön öröm volt, hogy, hogy a volt válogatott edzővel sikerült elérni. Hát igen, követed, Jan de Brandtot. Na most azt mondd meg, hogy vajon misz, milyen messze van az az idő, hogy egy magyar válogatott röplabdázó nő ugyanezt elmondhassa magáról, mármint hogy nemzetközi trófeát nyer a magyar klubcsapatával és ez nem kell külföldre mennie. Hogy a jövőben mikor lesz igen, ilyen? Igen, igen, milyen, milyen, messze van ez szerinted? Én úgy gondolom, hogy itt a válogatott sikereit nézve, így az elmúlt két évben megindult valami így a be is került a kiemelt sportágak közé, úgyhogy bízom benne, hogy most el fog tudni kezdődni egy olyan, olyan munka utánpótlás szinten is, hogy, hogy minél több nemzetközi szintű játékos neveljenek ki, és hogy egy olyan ütőképes ö, magyar bajnokságot ö, létrehozni, hogy mi vegyünk külföldieket, ne pedig a mi játékosaink menjenek ilyen szép számba külföldre. De szerintem ez... Szóval belátható idő. Belátható, belőle. úgy uh -huh. gondolom. Tehát, hogy, hogy elindult valami, akkor ez maradjon is így, és akkor, hogyha szép lassan ez így megy fölfel, akkor úgy gondolom, hogy belátható időn belül lesz valami. Na most, mikor röplabdásztál utoljára? <laughs> ö, á, Május másodikán. Május másodikán. Május másodikán. És azt tudod, hogy mikor fogsz legközelebb, szóval az abba hagyni, az nálad azt jelenti, hogy tényleg úgy abba hagyni, a pálya közelében sem megyek soha többet, vagy valamilyen szinten azért játszogatok. Nem tervezem. Megmondom, tehát a, őszintén a mozgás nem fogom abba hagyni, sőt, azt nem is hagytam abba, azt folyamatosan csinálom, de így a röplabdázást azt teljes mértékben abba hagytam. Nem tartom magam annak a típusú embernek, aki hobbi szinten ezt tudja űzni. Vagy Valahogy csináljuk. igen, tehát uh -huh. hogy valahogy akkor visszajönne a, az, a, az a versenyszellem, hogy nekem ezt maximálisan kell csinálni, és ö, ez az, amit már nem szeretnék, és ö, másfajta sportokban mozgás lehetőség. Oké, okay, tehát a mozgás kien. marad, igen, viszont leset, a viszont lehet nyugodtan az a földön. igen. Hm. Na most, ha végnézel a mezőnyön egyébként, akkor a. a Nemzetközi röplabda gyakorlat szerint ez egy korai befejezés? Igen, én is megkaptam elég sokat itt a az utolsó évben, amikor már így publikussá vált, hogy abba hagyom, hogy ó, hát minek, hát még van 5-6 éved, de úgy gondolom, hogy eljött, a, eljött az ideje, tehát már belül bennem is már már megérett ez a, ez a gondolat, és már nem okozta azt az örömet, amit kellene. Másrésztről pedig szeretném a a privát életemet ö, építgetni, és ö, most már tényleg a párom nem sokára a férjem mellett lenni sokkal többet. E, világos, és hát azért azt lássuk be, e, gondolom én ezek szerint, hogy ilyen szinten, hogyha rendesen akarsz röplabdázni, hogy te elképzeled, e, amellett a családdal foglalkozni nincs valami rettenetesen sok idő. E, igen, meg főleg így miután Magyarországon nem lehetett ezen a szinten röplabdázni, így én az elmúlt 11 évet külföldön töltöttem, és leginkább így ebből is ugye egy kicsit elég lett, tehát hogy most már, már itthon, itthon lenni a család közelében, mert ezek az idők azért nem fognak visszajönni, úgyhogy eddig a családot áldoztam föl úgymond a röplabdáért, most kicsit változik a szerep. Mit szólt egyébként a döntéshez édesanyád Bernát Beáta, ugye a kocsis néféle nagy generáció kiválósága? Alig vártam már, hogy az jöjjek, úgyhogy <laughs> ő nem abszolút, nem abszolút támogatta a döntésemet mindenki. E, azt már úgy egy hónap, egy hónap elteltével érzed, hogy mi az, ami hiányozni fog belőle, és mi az, ami egyáltalán nem? Teljesen őszinte legyek, én most még azt a fázist élem, hogy én minden egyes szezon után, így május, június, júliusban mindig itthon voltam. Úgyhogy pont beszélgettük is a családom belül, hogy mit érzek, hogy érzem. Még nem tudatosult bennem, hogy én majd össze nem megyek utána tényleg. Tehát ez, sehova. ez még olyan, mintha csak, csak egy. Most egyelőre csak egy nyári szünetemet töltöm, és élvezem, hogy tényleg most hogy mindenre van <laughs> Visszatérve, hogy ez egy tudatos döntés volt, de azért azt is nyilatkozta a témában az válogatott kapcsán World Grand prix on és majd egy újabb Európa Bajnokság, hogy már nem tudnék ezekhez a tornákhoz annyit hozzátenni, mint amennyit elvárnék magamtól, és amit mások is elvárnának tőlem. Ez szóval ez mi az, ami egyébként nem ment volna olyan jó szerinted? Ez, ez olyan, hogy fejből, Miután tényleg úgy döntött, hogy már elengeded, azért nem ment volna? Ö, igen, én úgy gondolom, hogy nekem mindig is az volt az erősségem, hogy én fejben nagyon erős voltam, és kitűztem egy célt magam elé, és azt ö, azt csináltam százszerzelékosan, Viszont nekem ez a cél a fejemben már inkább az volt, hogy én a családdal legyek és pihenjek. Azért nagyon el is fáradtam. Tehát ö, az elmúlt x évben tényleg megállás nélkül ö, klubszezon külföldön, utána hazajöttem végig a válogatott állandóan utazás, tornák, edzések, nekem ez már nem volt annyira motiváló, tehát inkább már vágytam arra, hogy, hogy pihenjek, úgymond tényleg a privát életemet építsem, és ezáltal miután fejben már teljesen máshol voltam, így nem, nem, éreztem azt, hogy, hogy most engem egy, ez nagyon furcsán fog hangzani, de egy, hogy egy World Grand Prix nem motivál. Tehát, hogyha már egy ilyen fajta program nem motivál, akkor ott már tényleg olyan el kell gondolkozni, hogy hogy mit is szeretnék igazán. Na most ugye Európa legerősebb bajnokságaiban Olaszország, Oroszország, Azerbajcsán címeket szereztél, bajnoki címeket, és Törökországban zártad. Hol szerettél leginkább légióskodni? Mert ha azt nézzük, akkor egykor profi azt lehet mondani, hogy Itália érlelt, nem? Igen, hát ott töltöttem el a legtöbb időt. Én nagyon szerettem Olaszországban lenni. Talán azért is kötődöm hozzá legjobban, mert nagyon fiatalon már oda kerültem, és igazából ott cseperettem felmondhatni. És uh, már említettem, volt menedzseremmel is uh, nem csak munkakapcsolat, hanem nagyon-nagyon jó baráti viszony is kialakult, és a mai napig nagyon jóban vagyunk, és ezáltal így az olaszok felé húz a szívem, de így a legnagyobb eredményeimet viszont nemzetközi szinten pont a többi országba értem el. Karriered legjobb éve? Hát én úgy gondolom, hogy ez az idei török bursza az. az Akkor az tényleg ott kell elaborálni. És melyik volt a kedvenc edzőt pályafutás alatt? Most ugye a volt szövetség, a belga szövetségkapitány uh -huh. említetted, de vajon ő más? mondta? Technikailag, technikailag Giovanni Caprara volt, akit a legjobbnak találtam, tehát nem véletlenül van benne a világ legjobb edzői közül, tehát tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, két évet dolgoztam vele talán a legfontosabb éveimben, 22-23 évesen. Előtte viszont, amikor Olaszországba kerültem, akkor Gianfranco Milánót említeném, aki viszont emberileg állt hozzám nagyon közel. És ő nagyon-nagyon sokat segített. És ha azt kéne megmondani, hogy kikkel szeretnél legjobban együtt játszani, akkor mondjuk induljunk onnan, hogy mit jelent egyáltalán a számodra, hogy valakivel igazán jó együtt röplabdázni. Hát mindenképpen legyen meg az a, a feeling, úgymond, nem feltétlenül kell, hogy országos cimborák legyünk, de a, a közös tisztelet, az alázat, az mindenképpen benne kell lennie. Én nekem egy horvát játékos volt, akit, akivel nagyon-nagyon szerettem játszani, és számomra ő a világ egyik legjobb, ő Katarina Barun, aki idén nyert olasz bajnokságot, tehát egy kiemelendő példa. Ahogy, amilyen ember és amilyen játékos. De az a lényeg, hogy nem a pályánk, tehát nem a cimborosága a legfontosabb, vannak annál fontosabb nem. dolgok. Na most neked így a családdal együtt, hazatérve, hogyan tovább? Ugye a tesód is játszott annak idején ifjúválogatottság jutva, aztán ugye Amerikában tanult egy sérülés miatt, hamarabb ki kellett próbálni a civil életet. Ha a civil életet a család mellett nézzük, akkor merre tovább? Megmondom őszintén, ezt az évet pont 2017-et, ezt most arra fogom kihasználni, hogy tényleg úgy kipihenjem ezt az elmúlt 22 év röplabdázást, és hogy letisztítsem a gondolatokat magamban, hogy akkor most ö, több felé mennék, sok minden érdekel, és pont ezt szeretném így megtalálni, hogy, ö, hogy akkor igazán is merre képezzem tovább magam, mert az van terve, hogy visszaülök a, az iskolapadba és befejezem a tanulmányokat, de ezt viszont cél, tehát célirányosan szeretném csinálni, tehát nagyon-nagyon szeretem a nyelveket, az olasz tudásomat mindenféleképpen szeretném kihasználni a jövőben. Meglátjuk most esküvő, pihenés, család, és akkor az majd 2018-tól meg akkor belevágunk egy teljesen új dologba. Hát legyen az is hasonlóan szép és jó, mint az elmúlt Köszönöm. évtizedek óta. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.